Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma megint olyan dolgokat fogunk tanulni, amiket tanultak, de nem pontosan úgy mondjuk. Például, nem tudom. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tulajdonképpen, amikor beszélünk és gyorsan mondjuk, akkor úgy mondjuk, hogy je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Szóval ez a je ne sais, az je lesz. Je ne sais pas. Je sais pas. Ugyanúgy, tudom nagyon jól, je sais bien. Je sais bien. Az ugyanúgy, je sais bien lesz. Je sais bien. Egy másik példa, nem vagyok benne biztos. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Azt, amikor gyorsan mondjuk, úgy mondjuk, hogy je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. És ugyanúgy, biztos vagyok benne, je suis sûr. Ugyanúgy azt mondjuk, hogy je suis sûr. Je suis sûr. Ez, amikor gyorsan beszélünk, nagyon sok mindenki így mondja ezeket a dolgokat. Egy másik példa, és ez más lesz is, mert ebből ilyen mondatot is akarok nektek ma tanítani. Például, nincs senki. Bemegyünk valahova, és nincs ott senki, egy diszkóba vagy akármibe, és nincs senki. Azt mondjuk, hogy il n'y a personne. Il n'y a personne. Vagyis ezt tanuljátok. Il n'y a personne. Vannak emberek, akik ezt is mondják, nyilvánvalóan, de úgy is mondjuk, hogy y a personne. Y a personne. Szóval ez a il y a, az y a lesz. Y a personne. És ebből van egy mondat, amit franciául nagyon-nagyon sokszor mondunk. Például azt mondjuk, hogy szóval ugyanazt mondjuk, hogy nincs senki, de azt mondjuk, hogy nincs egy macska. Y'a pas un chat. Y'a, szóval ez a il y a, y'a, il y a, y'a, pas un chat. Y'a pas un chat. Nincs egy macska. Az azt jelenti, hogy nincs senki. De ezt nagyon-nagyon rendszeresen így mondjuk, hogy y'a pas un chat. És Marseille-ben még jobban is azt mondják, hogy y'a des gains. Szóval des gains, az azt jelenti, hogy semmi, senki. Ja, des gains, az azt jelenti, hogy nincs senki. Vagy nincs semmi, de inkább itt nincs senki. Ja, des gains. Jó? Szóval remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd nem sokára találkozunk egy másik leckén. Sziasztok, nem sokára, tudom. Gyorsan beszélek. Ciao.